A polgármesteri hivatal tanács termében vették át megbízó leveleiket a nemzetiségi önkormányzatok képviselői. Kerületünkben 33 képviselő tette le esküjét és vette át megbízását összesen 10 nemzetiség részéről. Az alakuló ülésen Molnár Gábor, a helyi választási bizottság elnöke, Somodi László, a nemzetiségi önkormányzatokért is felelős alpolgármester, valamint Szaniszló Sándor polgármester köszöntötte a résztvevőket. Mi az önkormányzat, mindenkori önkormányzat partnerként tekint a nemzetiségi önkormányzatokra. Mi ugyanazt ígérjük az új képviselőtestületben és az új vezetőtársaim, majd mindent megteszünk annak érdekében, hogy önök is el tudják érni azokat a célokat, amire megalakultak, hiszen nagyon sokan élünk nemzetiségek ebben a kerületben. Egyike vagyunk azoknak, ahol a legtöbb nemzetiségi önkormányzat megalakult, és úgy jó, úgy fejlődik minden város, hogyha kellőképpen színes is, és a különböző közösségek együtt tudnak működni. Az október 13-án megtartott választás eredménye alapján Besszent Mőrinc Besszent Imrén bolgár, görög, horvát, lengyel, német, örmény, roma, román, szerb és szlovák nemzetiségek alakítottak önkormányzatot.